Totális háborút helyezett kirátásba Mohamed Javad Zarif iráni külügyminiszter, arra az esetre, ha az Egyesült Államok vagy Szaúd-Arábia csapásokat hajtana végre a Perzsa állam területén. A miniszter szerint Donald Trump amerikai elnök szövetségesei háborút akarnak provokálni, és hamisan gyanúsítják iránt a szaudi olajfinomítók elleni támadással. Mike Pompeo amerikai külügyminiszter máshogy látja. Szerintem kristálytiszta, hogy Irán a felelős a csapásokért, és a régióban is hatalmas az egyetértés ezzel kapcsolatban. Az iráni külügyminiszter totális háborúval fenyeget, amely addig tart, amíg el nem pusztul az utolsó amerikai is. Mi viszont a békés megoldás érdekében alakítunk ki koalíciót. Ez az én küldetésem. Szaudarábia szerdán bemutatta az olajlétesítményei ellen bevetett fegyverek roncsait. Szerintük ezek egyértelműen bizonyítják, hogy Irán áll a szombati támadás mögött, amely ideiglenesen a felére csökkentette az ország olajtermelését. Az eset Mike Pompeo szerint az ENSZ jövő heti közgyűlésén is központi téma lesz. A szaúdiak ott a világ vezetői előtt is bemutathatják bizonyítékaikat.